Szevasztok, srácok! Hello! Halló! Ez már az megjelent oficiális. Már is pergetjük a Pókember remastered verzióját immáron PC-n. Bizony. A 2018-as megjelenés után most már PC-n is nyomhatjuk. Hát ugye ez a game megkapta PS5-ön még 2 éve a remasteredségét, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy jobb teljesítményre lett képes a PS5-ön a játék, és most ezt hozták el nekünk PC-re. Hát ilyen elég részletes beállításokkal, ha megnézitek, van lehetőség ikti felskálázásra, amit az Insomniac Game használta a PS4 Pro 4K felskálázásánál, ha jól tudom. Van DLSS is, meg minden, ami kell. Meg lehet itt csinálni azt is, hogy FPS alapján stabilizáljuk a... Tehát az FPS stabilizáljuk, de a felbontás az dinamikus lesz, én ilyet nem fogok használni. A játékot a lehető legdurvább grafikai beállításokon fogom játszani, annyi kivétellel, hogy motion blurt azt így nem fogunk használni. A kontroller pedig a DualSense lesz, csak hogy megnézzük, hogy mennyire vesz igénybe a játék a haptikus visszajelzést, illetve az adaptív triggert is, hogy milyen. Hát, mit lehet elmondani? Ebben a remasteredben egyébként benne van, ahogy a PS5-ösben is a DLC, a The City That Never Sleeps, aminek része egyébként a Heist, a Turf Wars, a Silver Lining, amik így havonta jelentek meg a játék 2018-as megjelenése után. Ha minden igaz, a Miles Morales is jön majd így... PC-re, hogyha jól ha minden igaz, persze. Így a Death Stranding, a Horizon Zero Dawn, illetve a Days Gone után, és természetesen a God of War után, ez is most már elérhető PC-n. Ez elvileg egyébként a legnépszerűbb Marvel game. Ez az egyetlen játékod, amit platináztál PS4-en? Nice. Én nem platináztam ugyan a Miles Morales, de azt nagyon-nagyon élveztem. Nagyon jó kis game volt. Sajnos én, ahogy ezt a játékot is, illetve a Miles Morales-ist PS4-en játszottam, és ez azért sajnos, mert egyiket sem PS5-ön nyomtam. Így hát azoknak az előző generációs konzoloknak a teljesítménye merőben eltér azért a PS5-től. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, srácok, az élményre, és hát köszönöm szépen, mint a csatorna egyik legrégebbi szponzorának, a Sonynak, hogy a PlayStation Magyarországnak, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy ezt tudjuk nyomni. Azt nem tudom, hogy itt csak egy olyan gombunk van, hogy folytatás, ami gond, mert valószínűleg akkor így most ki kell törölnem a mentéseket gyorsan. Úgyhogy egy pillanat, mert... Ja, de ott van, profil törlése. Tökéles. Akkor nem kell kitörölni semmit. Kezdjük a nehézségi szint kiválasztásával. Én a csodálatost fogom nyomni. Van itt még közkedvelt, barátságos, illetve látványos is. Én a csodálatost fogom nyomni. Magyar nyelvű lesz a játék. Nem állítunk rajta semmit, csak annyit, hogy a feliratot jól lássátok, úgyhogy azt felveszem így a nagyobbra. És... nézzük még, hogy... podcast nekünk nem kell. Vezérlő hangkimenetele kapcsoljuk. Az nem kell.
Jó, szerintem így király lesz. Illetve a hallgató mód az fejhallgató. Jó, a többi dolog szerintem nem kell nekünk. Kellenek a quick time eventek is, meg minden is. Ez minek felel meg? Hát gondolom így a nehézségek alapján ez a... ilyen... a legnehezebb szint előtti. Üdv mindenkinek, srácok! Kapcsolok nektek még az elején így kockaszámokat, hogy nézzétek, hogy hogy teljesít a játék. Hát látjátok, ez a max grafika, és elég szépen kihasználja a procit is, meg a videókártyát is. Ha VOD nézők ezt az élményt egy kicsit jobban ki tudják majd élvezni az 1440p-s VOD miatt. Ja, fontos információ, hogy aki ezt a játékot 2018-ban látta utoljára, hát megváltoztatták Peternek a kinézetét, és sokaknak amúgy ez nem tetszik, mert olyan, mint egy óvodás. Fisk. A Fisk toronyhoz fogunk menni. Büdös a ruhája. Te csalódtál, Adri, hogy nem Tom Holland van benne? Pedig ez. Ez a, nézzé, képregényes. De egyedi történettel. Ú, de jól néz ki, basszus. Számla, fizetés, Peter. Tényleg olyan, mint egy kis ovis. Így mindenkinek, srácok. Hát, beszarás a játék grafikája. Nem tudom, hogy ez így mennyire fog átjönni streambe. Ha nektek nem megy a játék, az nem tudom mitől lehet, nekem ez ilyen sajtós példány, szóval én már tudtam hamarabb is csapatni a gémet. Jóval hamarabb. Hát nem hiszem, hogy MCU-s lenne itt bármi is ebbe a gémbe. A játékokat próbálják egyébként a képregényhez tartani. Igen, átszapták Hókembernek az arcát, igen. Na, megyünk, srácok, a Fisk torony felé. Hív a főni. Hát kell futtatni a bemutatót. Ruhák vannak az MCU-ban, igen. Van-e mód arra, hogy ha nem akarsz 20 ezeret fizetni, akkor hogyan játsz vele? Hát, vársz akciókat. Meg szerintem a PS játékok egy idő után bekerülnek a PS Plus-ba. Na, srácok, megértünk a helyszínre. A rendőrségnek erősítés kell. Ha hangos a játék, szóljatok nyugodtan és állítok rajta. Jól néz ki ez a Harry Potter game? Ugye, focó?
Mindjárt megtanulom hunyózni. Pókháló csapás. Pillanat. Mert a pókháló csapás. Póköszönünk villog a fejünk körül, hogyha érkező támadások jönnek, és akkor nyomni kell egy kitérés gombot. Max, köszi szépen a 8 hónapot, és köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Ó, ez az. Box! Beregenek srácok a szegek Maxnek. Szóval azt mondja, hogy nyomjuk meg a gombot. Megütöttek srácok. Elbuktuk a tutoriát. Kapják. Ez az. A levegőből harcolni biztonságosabb, azt mondja nekünk a játék. Jó sok HP-juk van amúgy. Ez viccesen nézett ki. Okay, Yuri, all done. What's happening? Milyen joy-el a game? Yuri? Yuri! Egyelőre én nem érzek, nem érzem a DualSense-es pluszokat. De megmondom őszintén, hogy nem telepítettem fel semmit, csak bedugtam a gépbe és elindítottam a játékot. Szóval ez szerintem rezgés imitálás van. Szóval én per pillanat nem érzem a DualSense-es pluszt, de állítólag van. Tudom gyakorolni a Fortis grapplinget. Yuri, what the nubby? Do your thing. Yes. He's the deck, Willy. Heads up. Hogy nyomja? Hey, where you going? Get. I'll clear a path. Follow me. Get out of here, Spider-Man. We got this. Kombó számláló. Az jó lesz. Professzionális kombózó vagyok. Na, hát most így meglőtt minket. Jújjúj. Az hova tűnt, srácok? Fuck! Hát? Ez még mindig él? Na hát, ennyi volt. Használj fókuszt a gyógyuláshoz. Minél több fókuszod van, annál többet gyógyulsz. Tessék. Ez jó volt.
Ogs! Szerintetek ő túlélte? Meghalt. Na, és akkor nyomunk egy kis shield magunkra. Hogy lelöktek egyébként, ahogy felkapaszkodtam a korláthoz? Pókember az egyenes úton akar menni. Heading to the upper floors. De jó, ezt már el is felejtettem. Our choppers are taking fire. Looks like Fisk has armed men on every floor. He's desperate. And he's hitting us with everything he's got. És van falfutás is. Persze. Not yet. We just picked up chatter. They're wiping all their data servers. Most már lassan mi átlagos PlayStation élvezők nem flexelhetünk az exkluzív játékokkal. Miért ne flexelhetnél? Hamarabb tudsz játszani az összessel. Hi, Aunt May. What is all that noise? Watching a csak egy szuperhősös filmet nézek, May néni. I just wanted to make sure we're still on for dinner tomorrow night. Totally. Listen, I gotta go. Well, okay. Love you. Love you too. Leereszkedünk. Hostile, next floor up. That's my key. Aha. Spider-Man. Bugs. Fuck! Az a jó, hogy ebben a játékban pont az lesz a szép, ami a Mortal Kombatban nem megy, nyomkodod a gombokat és akkor így halnak. Teljes feltöltött fókusz sávnál lehetőség van bevinni egy kiütést, amely akár azonnal leteríti az ellenfelet. Hold him so he can't jump around. How exactly do you think this ends well for you? Ooh. Now, boss, watch your head. Take him down. Let him trip. Smoke him. Meg. On to the next one. Zeus kontrollál és lehet játszani. Persze. Olyan kontrollerrel nyomod, amilyennel szeretném. Ha jól tudom, a Steamhez már jött a Joy-Con támogatás is, szóval elvileg Switch-es kontrollerrel is lehet lassan nyomni mindent. De én DualSense-el nyomom. Jó, és akkor azt mondja, hogy juss be oda. Nekem pont ezért nem jöttek be ezek a gémek, túl árkéd, nem érzedik benne a kihívás. A nem tudom, a nehezítés az így milyen. Azt mondja, hogy be kell osonni. Hát ha nem itt... Szerintetek hol kell... értem. Ez ugye az utolsó előtti nehézség. Fisk may be a dirty criminal, but he has remarkably clean air vents. Hurry up! The boss wants everything erased. Főnök azt akarja, hogy mindent töröljünk. They're so cute when they're oblivious. Halfway there. Need another minute or two. Think the cops know where we are? Don't worry about out there. Worry about. Is this tech support? I forgot my password. Don't let him near the console. Annyira szeretem a pókembernek a beszólásait. Az igen, jó sokat ránk csaptak ezek a puskás manusok. Na gyere csak! Jó. Jó sokat, tényleg jó sokat ránk damolta. Nézzük, hogy mennyire jó a biztonság. Elfelejtették az utolsó kernel javítást. Szevasztok, skacok. Itt van Fisk. Fisk. After all these years, you're still just an
True, but that's part of my charm, isn't it? Miles Morales is jönni fog pénzére, tudtam már. Igen, Gabika. Get that door down now! Felütés. Get past him. Destroy everything. És elrántás. De nyomom. Ja. Look around you. I did this. Jaj, srácok. Well, there was that time I took jó, szerencsére ezek nem lövöldözősök. Without me, the scum I kept in check will run rampant, and it'll be your fault. Take him down! Been a long, tough road, Fisk. Almost sad to see it end. Mere prayer. Oh, azt hogy nyomtam. A csaló. You're gonna have a bad day! Take him down! You regret that! Why won't you die? Na, itt már lövöldöznek is. Hogy játszol már a Pókember? Ennek a Steam azt írja, hogy 18 órától tudok vele játszani. Yuri, an explosion just... I saw it. Fisk could have the whole place wired. I'm sending in a bomb unit. Én nem azzal a verzióval játszok, amivel ti srácok akartok. Like the fireworks? We got more where that... Where's he get this stuff? Inkább hílelünk. Jó, és akkor... Ó, hogy ő még él. Ez full grafika, Braid, aha. Milyen verzióval játszol? Hát ugye a streamerek azok általában ilyen streamer verzióval nyomják. Most ugye PlayStation, Sony partner a csatorna, így. Hát ja. Evacuate the building! I heard more people back that way. I'll find them. Spider-Man! We can't move! We're pinned down! Pókember, nem tudunk mozogni. When you're free, get out fast. If you can walk, help the injured. Got it? Nyomom! Szekény! Hát srácok, általában streamerek nagyobb csatornák, azok rendelkeznek ilyen privilégiumokkal. De biztos nem most hallatok erről először. Okay, Willy. Coming your way. Spider-Man, it's Yuri. How we doing, Captain? Could be better. Our choppers took a beating. We just had to ground our last one. If Fisk calls in a elbántak a helikopterekkel. And no one to chase him if he flies away. Why do I get the feeling that's what he was planning all along? Because he probably was. Igen, igen, apukám, a korai Pókember hozzáférést vett nekem. Yuri, get EMTs up here, fast! Azt nézzétek, milyen tükröződések vannak. De ez elég komoly. Szerintetek elég? Akkor jó. Jaj! Jújújúj! Azt telibe talált, srácok. Nemzetközi rakéta nap van. Get through this.
Fú, de zsír volt. Például is nyomjátok? Na, jó szórakozást majd hozzá, srácok. Á! Megvan. Már látom, hogy hova kell menni. Settle down. I've got enough for everybody. Jó, sokat damolnak. Falról való támadás. Falról elvileg többen nem itt le tudunk dökni a földre. De figyeljetek már, srácok, ez ilyen Tsushima-s armor. Mondjuk, hát én nem tudom. Ez csak egy simán szamuráj armor. Valószínűleg. You guys all right? We were just about to call for backup. I think I'm it. Lead the way. Ez még mindig a játék tutoriája. Heads up, boss. Ú, de jól nézett ki, ahogy a fókusztem bekapcsolt. A pajzsos ellenfelek blokkolják a támadásokat erőről, de sebezhetők hátulról. Okháló csapás! Hoppá, hát ez fura volt így. Jó. Hogy végignéztál, hogy mi újság? Na! Most már csak egy shieldes van. Na, shieldes. Pont ott a tűzben áll, milyen szemét. De jól nézett ki. Hey Yuri, pár embere Fisknek dolgozott. Ez 1440p-s grafika. 1440p. Max. Max grafika. Ray tracing-el. Ki tudtam maxolni a grafikát, aha. Ott látjátok bal fölül a számokat. A pók micsoda? Így van, pocó. A pók ösztön, vagy mi érzék. Writing your memoirs? Don't forget the hyphen between spider and man. Ne felejtsd ki a spider és a man között a kötőjelet, azt mondja. Na, egy jó kis tutoriál, boss. But your foolishness ends now. You do know I can still see you, right? 8 years of this insolence. Oh, for me? You shouldn't have. Gotta wait for an opening. Hoppá. Intézz el a Fisk lövegeket, azt mondja. Jó. Na, kitörtük az ablakot. What's wrong, Willy? You seem angry. I will destroy you. Your best shot. Dobnak ránk cuccokat és mi? Az gond, srácok. Nagy a baj.
Nem tudtam elégszer. Jó. Várunk, ameddig feltölt. Ott látjátok jobb felül. Jújjúj, marcos. Jó. Box. Ez a max grafika, igen, srácok. Bele kellett volna írni a címbe. Boy, ez God of War. Box. Box. 28-as kombo. Már akartam kérdezni, hogy rosszul csinálom a tutoriált, srácok. Négy oszlop és csak kettő ágyú? Hát igen. Szia, title. Na, mehet. Box. Opa. I don't want excuses. Úristen, tele a csíkom. What do I pay you for? Jó, de hát nagy. Nagyon akar minket. You're losing, Willy. I haven't even started trying. Set the bar. No. I can handle myself. Hihetetlen. Impressive. You'll die as uselessly as you live. Take your best shot. Tombosak lesznek a boss fightok, azt hiszem. Na végre. Még vannak? Valaki azt mondta, hogy boss. Várjatok. Jújjújjúj! Szóval... Oké. Okay. Elintéztük az embereit. Jézus. De a lényeg, hogy le kell kötözni és úgy boxolni. Most pár pillanat. Jó. Kár, hogy nem lehet látni a HP-ját, nem, srácok? Jól csinálom amúgy? Szerintetek? Hoppá. Ja, jó van, akkor... Ötvenegyes kombo. Ne egyfajtában háromszöget nyomjam? Oké. Okay. Oké, okay, akkor megyünk.
Na tessék, látjátok, más nyomok rögtön. Big time events! Azalta a gond, akkor ezek szerint egy folyamatosan háromszöget nyomtam. Köszi! Kicsoda mosoly. Finally off to Rikers, huh? You know, I think you've got more enemies in there than I do. If you think this will be more than a minor inconvenience... Whoop, gotta go! Hey, good luck, Willy. I have a feeling you're gonna need it. Idiot! I'm the one who kept order in this city! Ő tartott rendet ebbe a városba, azt mondja. Egy hónap és imádkodni fogunk, hogy visszatérjen. Ja, nagyon szép. Kingpin is heading to prison. Kingpin a kispadon. Maybe take a vacation. 4100 XP. Másfél szintet léptünk. Életerő növekedés. Készségpont. Na. Már is a level up-pal járó dolgokat megnézzük. Szintet léptünk, kaptunk készségpontot. Készségpontot akkor kapunk, hogyha elegendő TP-t szerzünk, tapasztalati pontot. Jó. Küldetések teljesítésével, ellenfelek legyőzésével kaphatunk XP-t, és ezáltal gyűjthetünk készségpontokat. Jó. Pókháló marok. Tartsd lenyomva a háromszöget, hogy a beállózott és megrázott ellenséget eldobd. Arra tapasztalatod, hogy más ellenségeknek dobhatod őket. Ú, ez jó. Ez jóféle. Tökéletes kitérés. Amikor a pókösztön kékre vált, nyom meg a kört, hogy pókhálót vesse az ellenség arcába, bónusz fókusz generál. Wow. Látszik a grafikája? Hát látványos. Tartsd lenyomva a négyzet gombot, amikor a levegőbe vagy, hogy egy lengő rúgással repítsd el az ellenséget. Ez is király. Ez a pókháló marok is egyébként tetszik. Legyen ez. Mostantól megtekinthető a támadás listában a pókháló marok. Növeli a magasból való elkapás hatósugarát. A felröppentés során leüti az ellenségeket és kiüríti a közvetlen környezetet, ez is amúgy nagyon király. Igen, kis fegyvereket, pisztolyokat, meg botokat ki tudunk rántani az ellenség kezéből, ez is rémlik, hogy ilyen is van. Jelenleg nincsen küldetésünk. Itt az életrajzunk, 178 centi, Peter Parker, 76 kg és 23 éves, kutatási asszisztens. Egyéb nevek... Hálófej, hálójáró és tigris. Ezek az egyéb nevei. Itt az életrajza is. Csak a közkedvelt bla bla bla. El tudod hinni, hogy már 8 éve eltelt, mióta megcsipett az a radioaktív pók, Peter? Tigris, azt én is néztem. Idézzél be tigris. Na ez az új moveset. De megnyomjuk a háromszöget, akkor előjön ez a Steam Controller konfiguráció. Mi a manó? Nem is tudtam, hogy ilyenek vannak. Fő történetszál 1%. A nagy balhé, a banda áborúk és a silver lining. Jó. Ugye a készségeknél indultunk, és itt a térkép, még nem látunk semmit. Ilyen az, amikor az élet váratlan meglepetéseket tartogat a számodra. Hoppá, lemaradtunk. Közösségi média.
Ott van. 15,3 millió rajongója van a pókembernek. Jól van. Parker, where are you? The committee will be here soon. A főnök keres minket, srácok. I'm almost there. Blocks away. Guess I'll just do it myself. No, don't. It's not safe. Gotta love Doc's enthusiasm, but sometimes it gets him into trouble. Better get there before he hurts himself. Mi? Szétszakadt a ruha? Na, ezt meg kell nézni. Nem is figyeltem az acsika. Nem tudom, hogy hogy működik a fotómód. Aszta. Szóval elvileg azt mondtátok, hogy szétszakadt a ruha. Hát lyukacsos. Aha, tényleg. Rá tudunk zoomolni szerintetek? Aha, fókusz távolság. Mondjuk az mindegy. Jó, hát akkor mindegy. Ki tudjuk kapcsolni a hőst. Mennyivel másabbak lesznek a fények. Időjárás mutatása. Pók popó! Szia, Szofi! Üdv mindenkinek, skacok! Nyomjuk a zónáshoz az egyik gombot? Na, várjatok! Hoppácska! Ugye, azt mondanom se kell, biztos tudjátok, hogy nagyon jól megcsinálták, hogy ne kelljen fast travel-ölni ebbe a játékba. Ha mégis fast travel-öltök, akkor ugye arra van a metró, és ott lehetett látni a korábbi, hát ugye a PS4-es verziónál, hogy Peter metrózik. Hát ez ugye tartatott egy kis ideig. PS5-ön meg PC-n most már ez egy pár másodperc. Szia, mókás! Pókember radioaktív, azért másabbak a fények. Sorry, I'm late. Otto. You started without me. The Grant Committee's director will be here soon. Mondtam én, hogy Otto. It's fine, Parker. I invented this equipment. I think I can handle it. Sziaránál. Power damper. Úristen, a teljesítmény szabályzó. Oh man. Maybe we should abort. Not yet. Hold on. Dr. Octavius, are you okay? Another setback. PlayStation 5-ön is fogok játszani vele. Miért játszok vele PS5-ön? Cukinyuszi. Is anyone hurt? No, it was all my fault. Nem sérült meg senki. Az energia szint meghaladta az elvárásokat. That's a very positive development. Ez egy pozitív fordulat valóban. Very positive. I assure you, in the next phase. Let's not get ahead of ourselves. Is there somewhere else we can discuss this? A bizottságvezetőnek bűdi van itt. Maybe you should take the rest of the day off, Peter. But szávasz, we'll talk later. Minden a legeslegdurvábban van. Ránár. Hogy rombolhatott el a szabályzó? Doki azt mondta, hogy tartsak szabadnapot, de rá kell jönni, hogy mi sikerült félre. Ray Tracing maxon van, az összes beállítás maxon van, srácok. Kar tesztelése.
Oké. Let's see what's wrong with you. Mi a gond vele? Javítsd meg a protéziskat. Ez a négyszöges jelölés ismerős nekem valahonnan. Igen? Resident Evil copy, azt mondod? Hát a 100 FPS az így beltéren jó, de amúgy 60 fölött vagyunk, inkább azt mondom. A diagnosztikai teszt eredménye, a szervópálya szabályzója sérült, a szervomotor csatlakozása hibás, és a feszültségszabályzás is hibás. Kiégett az áramkör a pokolban. Ott lettem volna, hogy ellenőrizzek mindent, akkor ez biztos. Megnézem. Hozz létre kapcsolatot a zöld kiindulási elem és a narancssárga záró elem között. Aha. És lehet forgatni. Ott is van. Kijavítottuk a komponenst. Okay, need to reroute servo control. Néhány áramkör csak a megadott irányokból teszi lehetővé a kapcsolódást. Jó, hát gondolom legyen ez. Így van. Akkor berakjuk ezt, és szükség lesz erre is, így. Megyünk ki tovább. Aha, abból már nincsen. Ja, van ilyen simánk is. Ez még jó lehet? Aha. Ja, igen, és akkor ide. Kérünk még egy ilyet. Okay, what next? Ja, van puzzle is. Van puzzle is a játékban. And now rebalance the voltage. Ki kell egyenlíteni a feszültséget? Ahhoz, hogy beállítasd az áram feszültség vezérlőt, teljesülnie kell a töltés követelményeinek is. Egy jó puzzle mindig? Jó, azt mondod, Sophie? Néhány áram kördarab pozitív vagy negatív töltést hoz létre. Hát, 2. A célzott feszültség a 3. Mínusz 1. És még egy 2-es. És akkor most elvileg... ezt így megforgatjuk, és jó. Tök jó. Ezek szivatós feladatok, de Fox, azt mondod? Lesz még ilyen, az biztos. Na nézzük, hogy működik-e. Hát most már azért jobban mozog. Új anyagokat tesztelt a protézisekhez. Aha. Meg kell nézni a doki kutatásait. Ez micsoda? Peter, thank you again for doing these blind reviews. Vak véleményezések. The backbone of great science. You know, as we've prepped for the upcoming fitting, I felt an itch in the back of my brain. Is this really the best method of limb replacement? Ez a legjobb eljárás a végtagok pótolására? Ezen gondolkodik Otto. Vagy van erre valami más mód? Ezt a játékot nem eljátszottam még végig. Nem, ezt nem játszottam végig. Találd el a mintát. A célod az ismeretlen anyag beazonosítása az abszorpciós spektrum által. Használd az ismeretlen anyag töredékét, és próbáld összepárosítani a spektrumban az abszorpciós vonalakat. Igen, kurzor mozgatása, töredék felvétele. Aha.
Ezt így kellett csinálni? Játszottam vele annó 5 órát. Kicsit többet, mint amennyit szoktam, mert nagyon-nagyon élveztem. De nem játszottam még végig. Meg a remasteredet egyáltalán nem próbáltam meg. Vannak amúgy még ilyen spektrográfiai projektek, azt írja a játék. A másik munkám befejezve 250 XP. Szinte semmi. Fisk make it to Rikers yet? Not Rikers. Our boy qualifies for the VIP treatment. Nem a Rikersbe kerül. Fisk, hanem a Raftba. Scorpion, Electro and the rest. Fisk should be honored. That's a esteemed company. Can you swing by the precinct? Got an issue that pont itt vannak a bűnözők ebbe, ahol én is vagyok. Yuri? Anything. I'm on my way. Nem tudom, mikor lesznek elérhetőek egyébként a ruhák, a többi ruha. Lehet, hogy az még odébb van. Azt hiszem, anno átöltöztettem. Ókembert. Jameson's got a new episode out. Wonder what my number one fan thinks about the Fisk takedown. Olyan volt, mint hogyha te is benne lehettél volna a screenbe, igen, én is. This is Just the Facts with J. Jonah Jameson, where listeners like you discuss the issues affecting our city with Pulitzer Prize winning two-time Pulitzer Prize winning former publisher. Valójában én is a nagy bűnöző vagyok. And as always, if you order Mr. Jameson's book Spider-Man Threat or Menace within 24 hours, azt hiszem, még pár küldetés kell. You'll get an autographed copy at no extra charge. Ja, biztosan lokkolódik majd. Welcome to Just the Facts with J. Jonah Jameson, alerting you to the threat. Eltaláltam, hogy hova kell rakni a fészkemet. Right into the call. Idekt. Okay, so not for nothing. You gotta give Spider-Man respect for taking down Wilson Fisk, right? I mean, one last mob boss is good for everyone. Nagyon jók egyébként a fények, srácok. Nem tudom, hogy ez milyen volt annó, de zseniális. Soon as one goes down every punk with a gun, a tracksuit and a drawer full of gold chains decides he's the next godfather. We're gonna have a gang war in the streets, but does that web-headed moron give a damn? Of course not. It got on TV. That's what counts. Na, oda megyünk, srácok. Ez a küldetés, amit most csinálunk. Ez a békefenntartás. Vatana beszázados beszélni akar velem. Négy szem közt. Vajon mit akarhatsz? And you'll be singing a different tune when three new mobs are lining up to charge you triple for that same pipe. What? Or just break your legs. Goodbye! Bála a GVP, köszi szépen a támogatásodat. Köszi, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Srácok, peregjenek a szvegek. Fair enough. So, why'd you call? Need a date to the policeman's ball? You got a black and white suit? No ball this year anyway. Nem lesz bál. Integrating Oscorp surveillance tech. Worth it. Oscorp megfigyelő rendszer integrálására sok pénz ment el. The system went down. Citywide, every tower. How? They tell me someone sabotaged the central. Valaki szabotálta a központi szervert, így most minden torony offline. Inside job? Maybe. I'll figure it out later. Right now. Mindjárt megpergettem én is a szvegeket. Fast. And you called me? Aw, that's sweet. I called someone I could trust. Plus, the signals are scrambled and we have no idea how to fix it. Megbízik bennünk, úgyhogy azért hívott minket, hogy megcsináljuk a tornyokat. You break it, you buy it. I thought you trusted me. Let's take a look at this tower. Tök menő purgatorigál.
Tök menő lesz majd. Na, én is beszálltam már itt a swag pergetésbe. Tehát, bűnfigyelő torony. Hibás a jel. A sáv szélességek eltolódtak. Egyeztetni kell a hullámhosszokat. Ott is van. Kit akarja a te feliratod a játékét. Ezt ki lehet kapcsolni, srácok. Ki lehet kapcsolni, meg azt hiszem lehet mozgatni is az én feliratomat. Sure, but just so you know, I had to sync up with the tower to fix it. I'm seeing all crime data in the area now. Looks like there's a break-in happening near me. Tényleg, ezek a tornyok olyanok, mint a szinkronizációs pontok az Assassin's Creed-ben. Szevasz, Geri, szevasztok, srácok. Meg kell akadályoznunk egy betörést. Nincs mit. Do it. Csináld! Watch my back. Fedezzél! Pretty sure these guys didn't forget their keys. Ó, káló csapás. Közelharci fegyveres ellenfelek blokkolják a legtöbb támadást, de sebezhetőek a felütés támadásokkal. Légi kombó! Ok! Ok! Hoppá, lekevertek nekünk egyen. Ugye lehet eltűntetni a feliratot mellőlem? A beállításokban. Vagy a Twitch playerbe, jobb oldalt. Betörés megállapítva 65 XP. Now I'm seeing an assault near you. You're in luck, Yuri. Your favorite testy sértést lát. Körülöttünk. No. You promised you wouldn't do that any. Spider Cop. Spider Cop. So you're the snitch. Szóval te köptél. Az igen, vissza nyomoranc. Értitek, így beszél a bűnözők, hogy vissza nyomoranc, az csodálkozik, hogy bajba kerül. Nagy darab ellenfelek blokkolják a közelharc támadásaidat, használd a hálókat és a dobható tárgyakat a sérülékeny tételükhöz. Új. Na, nézd meg. Normális. Jó, ja, most. Jó, ja, most egy heal. Jó. Ja. Még vannak? Még mindig vannak. Ennek a játéknak a története kapcsolódik a filmekhez? Kapcsolódik egyébként. Pókember. Ennyi. De ez inkább képregényes pókember. Nincsen az MCU-s pókember. Itt a csípés után 8 évvel van. Ez egy különálló sztori. A fejlesztő csapattal. Have you got somewhere to go? I could take care of myself. Egyik csókát a másiknak dobni? But just in case, there's a place called the Feast Center. Valószínűleg a nagy darabokat nem tudjuk másnak dobni. They got the best wheat cakes in the city, hands down.
Mom used to make those. Az ő édesanyja sütött régebben. A long time. I'll check it out. Thanks, Spider Guy. Spider Guy. Spider Man. Oh well. Should be able to spot the next tower. Ahogy Gary mondja. Egy jó kis falfutás. Ez a jobb rész, hogy a Miles Morales. Hát én úgy tudom, hogy nagyon sokan szeretik ezt a pókembert, a 2018-asat, amit ugye most is játszunk. De én a Miles Morales-t játszottam végig, és hát az a helyzet, hogy azt úgy nagyon élveztem. Ez még azóta fizetős. Minden játék fizetős, srácok általában. Modify these towers to track more than just crimes. Na még egy tornyot megcsináltunk. Majó, köszi, hogy itt voltál. Legközelebb bekerülsz a Cult of Dylan-be. Nem vagy elfelejtve. Jó étvégét, szia, szia. Score. Towers are picking up all kinds of RFID signals now. Minden RFID jelet vesznek a tornyok. What is that? Az meg micsoda? Na hát azok a dolgok, srácok, amiket valószínűleg nem fogunk gyűjtögetni. A hátizsákok. Egyik régi hátizsákon, még a középiskolában. Középiskolából. El is feltett a nyomkövetőt tett bele. Azt tartani, hogy a Miles Morales... Hát nagyon sok hátizsák van szétszorva. Én azt tartani, hogy a Miles Morales sokkal szebb. Viszont nagyon rövid a sztoria. Hát rövidebb. Kb. Fel olyan hosszú, mint ennek a sztoria. Ez se hosszú. De quality. És hát persze, hogy szebb, mert azért az újabb. Azért a Miles Morales az újabb. Találj hátizsákokat, hogy hátizsák érméket kapj, amelyeket jobb felszerelés készítésére költhetsz. Nyom meg, igen. Jó. A 6 hátizsák valami ezen a területen van. Egy már megvan. Első randi. Étlapja. My first real date with MJ. Az első étlap MJ-vel. Az első randi. Fiorito Osteria. Tök menő. Archivum. Erőforrások. Hátizsák érme. Hangfelvételek. Igen, ezt ugye hallgattuk. Still there? Got a robbery a few blocks away. Na, rablás van pár sarokra. Csak kellenek azok a hátizsákok? Nagyon sok van belőlük. Azt nem ígérem, hogy mindent megcsináljuk. Open the safe. Do it. Nyisd ki a széfet. Hey fellas. Annyira tetszik a pókembernek a hozzáállása. Legit job? You wouldn't need to be criminals. You're gonna regret this, spider freak. Opa. Box, box, box. I wish we had a
Na, és kaptunk egy bűntény érmét is. A Chinatown-os tornyot megjavítottunk az utolsót is. Been doing a little thinking, Yuri. Policing's a young man's game, and Spider Cop, well, he's no spring chicken. Please be going where I think you're going. As of today, Spider Cop is visszavonul. Oh, thank God. I need a drink. We'll all drink tonight, Yuri. Drink to the memory of Spider Cop's tireless. Yuri, you there? Guess the emotion of the moment. Túl érzelmes volt a pillanat, persze. Persze, túl érzelmes volt. Azért hagyott minket itt, Yuri. Na, bűnfigyelő torony, Chinatown. Kész. Ez a torony kinyitás, ez tetszik, srácok. Békefenntartás, kész is van. Szintlépés, harmadik szint. Ütési sebzés növekedés. 10%. Óvatosan az italozás. Sirány melszőrzetről a képek. Ja, ez nagyon sok játék ilyennel él, mint... Doctor, how did it go with the committee? I'm so sorry I screwed things up. Not at all, Peter. They're just nervous in the face of imminent triumph. They'll calm down. They always do. Should I head back to the lab for cleanup? No. I'm stepping out for dinner. Meg kell javítanunk a szerkót. Short break, then back to creating the future. Wish I could bottle and sell that man's optimism. Opa. Neki mentünk egy létrán. Time to work on my suit in private. Mindenféleképpen ki szeretném próbálni az MCU-s ruhát. Hogy így mennyire menőn néz ki. Betörést jelentettek. Hát ez most ott marad. Képzeljétek, láttam azt az épületet itt a játékban, amiben Doctor Strange-ek is vannak. Nem tudom, hogy hívják azt az épületet, de hogy az is benne van. Mióta toltok együtt a Fortit, csak olyan embereket kapok, akik tudnak célozni. Mások is panaszkodtak erre, Istok. Na, hogy kell ezt csavargatni? Akkor a filmes modellekből beletettek párat. Ja. Na jó, szerintem azért ezt meg fogjuk csinálni, hogy így minden szinkronizálás az így meglegyen. Azt mondták a srácok, hogy a bosszúálló torony is benne van. Hát most így elsőre én azt tudom mondani a látottak alapján, hogy az. Attention all units, there is a vehicle pursuit in progress. Incident is ongoing in the West Village. Üldözd a járművet. Biztos, hogy nem. Mindjárt srácok, mindjárt küldizünk. Igen. Jó, és akkor párosodunk a toronnyal. Hát kitartást is tog ezekhez a lobbikhoz. Azt is meg kell csinálni.
Hát, hogyha most mondanátok, hogy keressük meg azt a szentét, valószínűleg nem találnám meg. Oké, okay. Ide kell följönni. Mindjárt meg lesz. Oké. Okay. Lehet lassan érszem belő buszba? Szerintem igen. Bár valószínűleg a busznak jobban fájni fog. Jó, most már megyünk. Most már megyünk. De ez kellett. Hoppácska! Négyszáz méter. De jó, ha néz ki, basszus. Na, hazamegyünk. Akkor nem haza, hanem a laborba. Ja, nagyon jól néz ki, basszus, így a remaster. Ilyen játékoknak a legelső felmenni a legmagasabb pontra és csak nézelődni. Én azt csináltam. Ha itt voltatok még az intro előtt, az a legmagasabb pontján volt a játéknak, ahova fel lehet menni. Time to sneak in some spider work. Menj Peter munkaasztalához, de majd felmegyünk. X-tas. Meg fogjuk nézni. Jól hallani amúgy a játékot? Állíts csak valamint. Parker! Dr. Octavius! What you got there? Chinese. If I knew you'd be here, I would've... What are you working on? Oh, just a side project. Hobby projekten dolgozunk. Of course. Hát persze. It's you. Maga az. I don't know what you're... Azt is láttátok? A kis szatyor olyan furán néz ki. Mi a fene van? I only wish you told me sooner. I wanted to. But I was afraid that if word got out, my family might be in danger. Félt, hogy a családja veszélybe kerül. Yes. I guess if you design his equipment. Azt hiszi, hogy mi tervezzük a felszereléseket a pókembernek. Yeah. Don't worry. Your secret's safe. A titka biztonságban van. Well, I'll leave you to it. Ja, hogy telóról nézed? Aha. Próbáltam a Matrix Experience-t? Nem próbáltam. De akarom majd. Állítólag nagyon király. Teljesen okés? Okés. Azt mondja Otto, hogy nézzük meg az e-mailjeinket. Hát, na, Istog, ilyet kéne összeszedni. Olyan melója, ahol lehet streamet is nézni. Peter, the revelation of your second job as Spider-Man suit crafter. Gyere, elolvassuk, srácok.
is a reminder of the good man and partner you are. No matter how hard you work, you still find time to help. I think that connects, Chancel. I hope you don't mind, but I noticed the suit was a bit damaged, and I took the liberty of sketching up some of my own improvements. Otto adott nekünk pár ötletet, amivel lehetne fejleszteni a ruhán, és meg lehetne védeni Pókembert, aki annyit tesz a városért. Péter az, hogy maga másodállásban Spider-Man ruha készítője. Ez a megfelelő kifejezés? Emlékeztet arra, hogy milyen jó ember és társ. Nem számít, hogy milyen keményen dolgozik, mindig jut ideje arra, hogy segítsen másokon. Remélem, hogy nem bánja, de feltűnt, hogy a ruha kis és sérült volt, és vettem a bátorságot, hogy felvázoljak pár saját fejlesztést. Csatolva talán néhány ötletet arról, hogy hogyan fejlesztetne a ruhán, és segíthetne megvédeni Spider-Mant, aki olyan sokat tesz a városért. Alig várom a nagyszerű közös munkát, és hogy együtt változtassuk meg a világot. 12 óra monitor nézése, és még fizetnek is érte? Hoppácska. White spider, huh? Fehér pók. Magasabb kontraszt ahhoz vezet, hogy lassítja a vizuális processzingolást. Na, új ruhákok. Itt van. Teljesíts mellékküldetéseket és végezz városi tevékenységeket, hogy érméket kapj. Na, megalkotjuk a fejlesztett ruhát. Új ruha és ruhaerő vált elérhetővé. Az új ruha megalkotása automatikusan bekészíti az új ruhaerőt. Használd a ruhaerő menüt, hogy visszaváltass bármely korábbi ruhaerőhöz, amely már elérhetővé vált számodra. A ruhákat ruhamodokkal is fejlesztheted. Tedd elérhetővé és készíts be itt a ruhamodokat. Melléküldetések és tevékenységek teljesítésével elérhetővé tehetsz ruhákat, ruhaerőket és ruhamodokat. Használj érméket, hogy elkészítsd a ruhamodokat. A ruhamodok hasznos funkciókat biztosíthatnak, emellett pedig erősítik támadásaidat és védelmedet. Egyszerre 3 ruhamodot készíthetsz be, hogy bónuszaikkal összeadódjanak. Szia, Mr. Manu! TD! De a Miles Morales pörgeted újra? Lehet, hogy én majd... PC-n újra nyomom a Miles Morales-t is. Azért így... sokkal... jobb a feeling. Jól nézel ki! Hogy tetszik? Hogy tetszik? Hogy tetszik neki az új ruha? Na, hát és most, hogy itt tartunk. Ruhák. Ugye... van ez a fejlesztett ruha. Van a klasszikus ruha, ami megrongálódott. Van a javított klasszikus ruha. És ennek fel lehet oldani egy olyan tulajdonságát, hogy hálóvirág ugorja a levegőbe és hálóz be mindent, amit látsz. Ennek pedig olyan van, hogy csatafókusz, hibrid biomembrán, amely gyorsan termel fókuszt egy rövid ideig. És van itt ilyen, hogy noir ruha. Ennek az a képessége, hogy az ellenségek nem kiáltanak segítségért, amikor bajban vannak. Milyen jól néz már ki ez a noir ruci. Ja, hogy ez még nincs meg. Á, értem. Akkor nem a ruha erőt oldjuk föl, hanem a ruhát magát. Aztán van itt ilyenünk, hogy... ez olyan pulcsisnak tűnik nekem. Pókháló ruha. Wow. Csodálatos ruha. Van csodálatos ruha. Lopakodó ruha. Tovább fejlesztett ruha. Ez ugye a Tom Hollandos ruci.
Future Foundation ruha. Bombastic Bagman ruha. Ez a Maguire-os volt? Ez ugye? Ez a Tobey Maguire-os. Ez meg akkor a Andrew Garfield-es? Azt, amilyen jól néz ki, basszus. Nagyon jól néz ki. Mármint, hogy így mennyire részletes a ruha. A lopakodó ruci. Jaj. Város, amely sosem alszik, DLC feloldva. Na. Ruhák, itt tartunk még. Ez itt a Tom Hollandos, ugye? Csak rossz gombbal megyek vissza. Pillanat. Pillanat. Gyermek leszünk. Jó. Jó, és van itt egy ilyen, hogy Arachnid Rider ruha. Lendületes öltözködés. Erről mit kell tudni, srácok? Mi ez az Arachnid Rider? Spider-Man, I think I figured out how Fisk's men are keeping his rackets running. Construction sites. Wasn't that shut down when he was arrested? No, it's one of his legitimate businesses. Multiple investors. Valami építkezési területre kell majd mennünk. But now you've got that, right? That's why I'm hoping you can keep an eye on the locations. Tell me if you see anything suspicious. You got it. Mindjárt oda megyünk, srácok. I'll be your nosy neighborhood Spider-Man. De még nem végeztünk a ruhákkal. Páncélzott, fejlesztett ruha. Wow. Wow. Minden ruhának van extrája? Nem, nem, nem minden ruhának van extrája. Ennek például nincs. És amik itt az alsó sorban vannak, ezeknek egyáltalán nincs. Hibrid ruha. És a fekete arany ruha. Nagyon, nagyon durva, hogy milyen részletes. Attention unit, drug deal reported. Basszus, milyen jól néz ki. Additional officers requested near Flatiron. És így néz ki a ruha erről. Brutális, brutális. Nem is tudom amúgy. Tobey Maguire-os annyira jól néz ki. Ruha erő, és akkor ugye ezeket külön lehet betenni. Vannak ruha modok, mint például az eszközös támadások fókuszt termelnek. Nagy hatóságú lokátor. Csak ehhez kellenek bünténérmék, látnivaló érmék, hátizsák érmék. És akkor meg tudjuk modolni a ruhát majd. Úgy-úgy, Ciridás. Szia, Dunyuska. Tudunk mondjuk kirakni egy olyat, hogy a pisztoly és a botot ki tudjuk rántani. A pókháló marok a felpörgetés során leüti az ellenségeket. Aha. Legyen a pisztoly kirántás. Na, csináljuk a küldit. A küldi pedig...
Úgy pedig a Fisk búvóhely. Fisk nem hátrál építkezési területeken, átterjeszkedik, a nagyfiú nem tudja, mikor kell abba hagyni. Bekapcsoljuk az összes tornyot. Mizus, Dunyuska. Ez a Greenwichi torony. Teljes a Greenwichi lefedettség. Ez plusz 200 XP. Valaki tudja, hogy a második rész mikor jön? A Miles Morales-ra gondolsz? Vannak pletykák mi szerint év végén, de szerintem az... Szerintem majd csak jövőre, nem? Yuri, I'm at a Fisk construction site and there's a lot of guys here who aren't exactly constructing. What are they doing? I want to go find out. Most már van wifi mindenhol. Looks like he attached an idea for a Spidey gadget. Man, does he ever stop inventing? Na, Otto feltalált valamit nekünk. Ottótól kapott tervekkel már elkészítetted az ütőhálót. Az ütőálló nagy erejű pókháló kilövő, amely azonnal behálózza az ellenségeket. Csinálunk ilyet. Ó, na. Jó étvágyat, Dunyuska. Tedd elérhetővé az új eszközöket érmékkel vagy alkatrészekkel, melyeket küldetések során találhatsz. Az érmék használatával mindegyik eszközt fejlesztheted. Teljesíts mellékküldetéseket és végezz városi tevékenységeket, hogy érméket kapj. Tehát van egy ilyen pókhálóvetőnk, van ütőhálónk, lesz majd pókdrónunk. Elindít egy pókdrónt, amelyik megkeresi a közelben lévő ellenségeket és kilő rájuk egy energialövedéket. Elektromos pókháló megrázza a célszemét és átívelhet a közelben lévő ellenségekre. Pókháló bomba. Közelség által aktivált robbanó anyag, amely azonnal behálozza és hatósugarán belül behálozza a hatósugarán belüli ellenségeket. Tapadó akna, lézerrel aktivált hálócsapda. Lökés hullám, ami elrepíti az ellenséget. Szuszpenziós mátrix, levegőben emeli az ellenségeket és rövid ideig ott tartja őket. Nem jött a Miles Morales ezzel együtt a PC-re. Wow. This looks like it could work. Van RTX támogatás? Persze, be is van nyomva. Van. Tartsd nyomva az R1-et, igen. Ütőháló. Awesome. Dad could be proud. Szedd le az ellenség örejáratait, hogy erősítés érkezzen. Csinálj 10 kiütést és hálózz 5 ellenséget a falra. You guys are new here. So let me give you rule number 1. You do not want to be late with the Hoppá, lebuktunk. Csináljuk ezeket a challenge-eket. Ez az ütőháló, ez hogy töltődik vissza, srácok?
alive or dead. This doesn't care. Aha, most például... Na, tehát őt most falhoz kéne nyomni. Ne! Na gyere, box! Oké, kaptunk egyet. Fuck! Csinálj 5 kiütést. Ja, hogy 10 kiütést. Jújjúj! Abba pont belugratunk. De durván néz ki. Na! Most jól lehet. Gyere! Hoppá! Ne! Mellé ment. Sonova! Megcsináljuk. Jó, most már... Most már lehet csinálni a kiütéseket. Spider-Man, turns out we've busted 4 illegal firearms dealers within a 3-block radius of that site. Gun running. Let's see what I can do to cut down the supply. Megcsapkodtam, nincs! Az gond, srácok! Szegény! Bianca, köszi szépen a 28 hónapot! Srácok, peregjenek a szfegek! Most kezdődik előről? Vagy most már rip? Lehet, hogy most Rip Challenge, igaz? Oh. Igen, az kifagyott most. Oda fel kell menni. Csap, csap! Gun running. Let's see what I can do to cut down the ha. Előről kezdve, előre, na. Előről kezdődött. Oké. És akkor 10 kiütés kell. Aha, ott vannak lent. Köszi, köszi. Man down, bizony. Ja, tényleg lehet használni a ruhaerőt. Folyamatosan termeli a fókuszt. L3, R3. Most ezt komolyan nyomja, mert most... Jó, tessék. Dang, looks like they call their buddies. Nem gond. Most a jó. Hú-hú! Oh, hey, more guys. Welcome to the party. House rules. Leave your shoes at the door. Unless you're not wearing socks, in which case, buy some socks already. Got a present for ya! Dig in! Mindjárt jön, srácok. Stop him! Jó, jó.
Most a jó, most a jó. Oké, okay. Srácok, még kell csinálni 5 kiütést, ha jól látom. Júj! Vagy kiúsztam a... Oh, francba. Nagyon komolyan nyomják, srácok, ezek! Gyorsan kivégzés! Az ott ilyen raketta a vetővel nyomja. Nem sikerült sok kivégzést nyomni, de valószínűleg többször kellett volna a csatafókuszt beaktiválni. Place is locked down, Captain. Szia, Kiyoshi-sama. Actually, webbed down. And someone finally reported shots fired, so I got off the prison batch. Good work. Hát, az egyik bónusz szél nem sikerült. Fisk has more construction sites throughout the city. Fisk is több Fisk bóvó helyett a városba, hogy több bázis érmét kapjon. Mi a helyzet? Megjelent a játszi, úgyhogy meg kellett nézni, Kiyoshi-sama. Meg kell nézni. Azt írja, hogy van valami új. Na, tessék. A Scarlet Spider ruha. A Scarlet Spider. És még van egy csomó. Nehéz megszerezni az összes ilyet, skacok. Kiterjesztett elkapás a magasból. Tökéletes kitérés. Csináljuk ezt a tökéletes kitérést. Látnivalók, készíts fotót az Empire State Buildingről. I'm gonna find all of Fisk's construction sites. I should recalibrate my mapping software to be more accurate. Using a depth-mapped post-process on photos of popular landmarks should do it. And I know just the one to start with. Mindjárt oda megyünk. Menő? Ugye? Kiyoshi-sama. Szia, Konix. What's up? Attention units. Robbery reported. Suspects are armed. Location is north end of Chinatown. No. Yeah,
Kész. Körzeti tornyok aktiválva 1/3. És szintet is léptünk ezzel. És ott egy táska. Vajon mi van ott a táskában? Dr. Ludwig Reinhardt. This will help me balance work and a personal life. Ön is segítőkönyv. Work-life balance for idiots. Ez is amilyen speed boostok már neki, muszáj. Ön segítőkönyv, igen. 55 hátizsák van. Corporal Texador's fitting tomorrow goes well. We should be okay. That's fantastic, Doc. We're back on track. Spider plushie! Plush. I made this prototype to get me to license my likeness. Too bad there's no way to get paid without revealing my identity. Opa. Attention unit, drug deal reported. Need an officer to check it out. Officers near Bowery, please. Okay, back. Like I was saying, that's fantastic, Doc. We're back on track. And everyone professionally, as long as our little incident escaped the mayor's attention. You'll be at the fitting tomorrow? Definitely. It'll go great. We're gonna change the world, Doc. I'll settle for not starting any more fires. See you tomorrow, Peter. Here's to a successful day. Oszkott látogatói belépőkártya. Would have paid well, but Dr. Octavius offered the chance to really make a difference. Nem nehéz az összeset összetörni? Ó, köszi Half Iron Man. Még egy ilyen tornyot benyomunk. Attention unit, civilians are trapped following a car accident. Officers in Murray Hill, stand by for further instructions. Micsoda, az egyikhez 100%-olni kell a gémet? Jászos. We got this Spider-Man report of a break-in. Reported location is Murray Hill. Még egy körzeti torony. Most már megyünk, megyünk, srácok. Tehát, ahova mi akarunk menni, az arra van. Az egyik legkönnyebb játék, amit platinázni lehet? Na basszus, én meg Steam-et csinálom. Good old Empire State. Man, I love this town. Time to grab a snapshot. Oh. Ah, tehát, hogy így kell elővenni a kamerát. Tessék. Látni való érme. Map should be recalibrated now. Haven't done much photography since quitting the Bugle. Készíts fényképeket és a látnivalókról szerte a városban, hogy megszerezhessd a látnivaló érméket.
Könnyűségre az, csak egy kicsit időigényes és monoton, aha. Hát mint a Tsushima-s például. Na már 7%-nál járunk a fő történetszálban. Huh, it's Mr. Lee. Mr. Lee, us? Peter, it's Martin Lee. I just wanted to let you know we need a little extra time to get set for May's party. I guess the cake delivery is stuck in traffic. Oh, sure thing. Just let me know when you're ready and I'll swing by. Great. Talk to you soon. Okay, got some time to kill. Let's see what's happening out in the city. Fedezd fel a várost, hogy fejleszd a felszerelésed és a készségeidet. Mindjárt. Feloldottunk egy új mellékküldetést, srácok. Ez milyen torony, srácok? Ez itt. De jó. Chrysler torony. Szia, Connor. Need backup for a chase in progress. Please respond. Reported location is Murray Hill. Ó, de menő. Epikus. Aha, és az ott egy torony. Az meg ott egy küldi. Na, elvileg van mellékküldünk valahol. A mellékküldiket jelzik a... Ez egy látnivaló. Az a rendőrkapitányság. Szóval azt mondta, hogy mellékküldetés elérhető. De ezt hogy kell érteni, srácok? Az például az? Nem, az egy buvóhely. Jézus, Connor. Hi, Mr. Lee. Hey, Peter. We're all set for the party. Whenever you're ready. Készen állnak a partira, amikor készen állunk. Mindjárt. Nagyon jó. A Midtown-os lefedettségünk is most már teljes. Végre péntek? Na, durva volt ez a hét. Elég jól néz ki? Hát beszarás, mennyire jól néz ki. Most gondolj vele egy Miles Morales, hogy fog majd kinézni. Ami már ugye újabb. Középiskolai trikó. Találtárgyak osztálya. 6 évvel ezelőtt ki akarta mosni. Ó, csak úgy mondod, Isten. Ott van! Srácok, hát megtaláltuk. Hát ott van a bosszúállós torony. Meg kell mászni. Attention units 1034. Repeat. Assault reported. Mert ő egy nagy, nagyszerű asszony. Mindjárt csináljuk azt is. Körzeti tornyok aktiválva. Hogy mutogatja a játék, basszus, hogy milyen szép.
az ott micsoda front? Az ránk lőtt. Dobja három tárgyat az ellenfelekre. Wait, I get paid at the end of the week. I get... Eviction proceedings will start Friday unless full payment is received by close of business. Good day. Yeah, good day. Okay, okay, ott van. Wrong move. Hopp! Megcsináltuk a bónusz célokat. Love laying out bullies. És ez három bűntény érme. Na, ott van. Megmásza? Megmásza? Arról ne beszéljünk, hogy az arcok hollandoltak, amikor lezuhantak innen. Hát, ők csúnyán kapták, Connor. Mr. Stark? Itt van szerintetek Mr. Stark? Aha, srácok. Egy fiola homok. I'm not sure if opening this would set the Sandman free, but I'm in no hurry to find out. Szóval ebben benne van a homok ember. Homok ember szerint. Nyaral szépen. Na, ott látok egy olyat, hogy... Meg lesz kiplatinázod? Ott van valami kék. Ott van valami kékség. Te szereted az ilyen open world gémeket, nem Blade? Egyébként is. Na, az Amperis Side-os a lefedettségünk is teljes most már. Még maradtak tornyok. Há persze. Persze. Jól van, még maradtak azért tornyok. Azért lassan meg lesz. Lassan meg lesz az összes. Hol a küldi? A küldi ott van. Hát... Most leengedezünk, srácok. Miben változott a játék? Hát, abban, hogy... PC-re megjelent. Abban változott. His casual disregard for by-the-book thinking was a breath of fresh air. She'd come around. Someday. We're making our way over from Pier 4 now.
Hát a PS kiadáshoz képest annyiba változott, hogy sokkal testre szabhatóbb a grafikai beállítás. Az irányítás mennyire nehéz? Teljesen rendben van. Hát ugye nagyon zsír az, hogy itt ez a pókemberes játék, és nagyon jó a közlekedés, ugye, a lengedezés, bárhova szívesen elmész, és nem akarsz fast travelozni. Hát én visszaigényeltem az árát, nekem 20-70-nel szétlaggol. Nem tudom egyébként, hogy mennyire jó az optimalizáltsága. De látjátok, hogy 60 FPS körül vagyunk full grafikán 1440p-ben. Itt a... az épületek. Között. De hát RTX-el ilyen a szituáció. Az RTX sokat zabál. Megyünk tovább. Ha nem lenne egyébként benyomva az RTX, akkor kb. 30-40 FPS-sel több lenne. Ez ilyen. Gépújítás jobba kerül? Szóval a Dragpass. Hát attól függ, hogy mi a cél, milyen gémeket akarsz nyomni. Egy konzol kifizetődőbb. Még mindig. RTX nélkül is amúgy nagyon szép a játék. Nincs tévéd? Ó. Hát, monitoron is nagyon lehet, nagyon jól lehet élvezni a konzolos gameplayt. Én is monitoron nyomom, ugye? De laptopról nyomod is, tag? Nocsak. Oda megyünk. Re-re, X-tas. A csovat, mint a új gépet összerakni. Pedig a laptopok mindig drágábbak, nem?
Halló? Na. Upper West Side. Jó. Ó, basszus. Neked RAM meg vinyó kivételével kellene mindenben. Szerintem, srácok, az 1440p-s gaming még mindig luxus, úgyhogy ha tehetitek, akkor maradjatok még az 1080p-nél, az szerintem még a megfizethető kategória. Persze nem laptopban. De asztalinál mindenféleképp. Hát egy 144 Hz-es monitor, ugye, ami nekem van, és még ugye az a luxus is nekem megvan, hogy IPS ki, ez ilyen 100 000 forint is, 120 körül van ez az LG monitor, amit használok. Teljesen okés. És ez ugye még az 1440p-s, tehát hogyha a 1080p-re lőnénk, akkor ez egy 20-30-al olcsóbb lenne. RTX 3070 nem mennyire halna meg 1440p-ben? Szerintem nem lenne gond. Hát nyilván nem tudnád full grafikán nyomni. Meg RTX-el, de szerintem nem lenne gond. Hát ugye most, tehát hogy ezek a beállítások a legmaximálisabbak, szóval ezekből lejjebb lehet adni. És még úgy is nagyon-nagyon szép a játék. A 2060 szuper bírja a játékot? Szerintem bírja a srácok. De nem tudom, amúgy nem megom, érdemes róla videót nézni. Meg teszteket. Biztos töltöttek fel amúgy YouTube csatornák ilyen benchmarkokat. Én a mérnöki infót kezdtem el, Dreklesz. Kétszer az első fél évet. És annyi is volt. Lackó, köszi, hogy itt voltál. Szia, szia. Jó étvégét. Hát figyelj, ameddig nem, nincsenek nagy elvárásaid is, tag, és tudod, hogy mit tud a géped? Addig oké. Ha neked az elég, ugye? Akkor az teljesen rendben van. Az 1080p 60 fps, az a 1060 is elég? És ez milyen beállítás? Ez ilyen high grafika? De jó, srácok, itt a felhőkarcolók között leengedezni. 1031, repeat, report of a break-in. Incident is active near Longacre, over. Thank you.
Na. Még van nekünk elvileg a három ilyen tornyunk. És ennyit fogunk csinálni. Így a mai streamben még, hogy ezt a három tornyot ezt így összeszedjük. Meg talán még megcsináljuk azt a cutscene-t. És ennyi, srácok. Most megnézzük, hogy milyen a game. Jövő héten pedig elkezdjük úgy igazából a sztorit. Benne vagytok? Egy-két napon belül szerintem tele lesz a YouTube vele, hogy hogyan fut. Ja, biztos, biztos. Már csak kettő szinkronizációs pont. Inkább elszint a birkákat? Neked annyira az nem jött be? Pedig azt is végignyomjuk. De... ha emiatt izgulnál... X-tás, azt kell, hogy mondjam, hogy... ez lesz, ez fogja kapni a fő figyelmet a következő 1-2 hétben. Ennyi is tudom. Szóval, ja, én még mindig azt mondom, hogy 1080p-s gaminget tök jó áron lehet nyomni. Az nem, nem földtől elrugaszkodott ár. 4K-s gaming az meg... Az meg a legdurvább luxus. Ja, hát játszottam ezt PS-en, de csak egy stream volt belőle. Szóval nem játszottam végig. Nekem, hogy is mondjam, nekem nagyon zavaró volt, hogy a PS4 1080p-s grafikáját kell játszanom 1440p-be. És olyan elmosódott volt minden. Mert nekem nagyon nem tetszett a PS4-es grafika. De ez én vagyok, finnyás vagyok. A PS5-ös az már rendben van. Direkt nem használod az oda rántós, meg a lendületből elugrás lengedezéskor? Ezt használom. Lendületből elugrást? Erre gondolsz? Hát, megmondom őszintén, szerintem nem direkt nem használom. Még nem vagyok képbe annyira az irányítással. Te vasztasi, köszi, hogy itt voltál. Gazdag lesz, összeraksz egy gépet olyat, mint a paksárom? Hogy a paksárom kelljen hozzá? Na, srácok! Így, hogy ez most már megvan, most már nyugodtan el tudok menni. Most már nyugodt lesz a hétvégém. Ha jön a PC-re, a Last of Us Part 1, fogok-e vele játszani? Megnézni? Megnézem. Mindenféleképpen. Aztán meglátjuk, hogy rosszul leszek-e alatta. Mert eddig mindkettő Last of Us-nál rosszul voltam. Az első pár óra után. Na, srácok, körbejártuk. Körbejártuk a lehet
elérhető, tehát az a jelenleg elérhető terület mindenségét, meg lett az ötös szint, az összes szinkronizációs pont is megvan. Szeretnél egy magas ponton? Ott voltunk magas ponton, a izének a tetején, bosszú álló torony tetején, ott voltunk. 9%-os kampányhaladás? Hát most azt annyira nem nyomtuk. Azzal annyira nem haladtunk. Ja, itt van, pont alattam. Hát na. Ez alatt a 2 óra alatt, szűk 2 óra alatt eddig jutottunk, de úgy, hogy az utóbbi fél vagy egy órában kb. Csak így leengedeztünk, mert annyira jó volt. Na, végeztünk ugye a tutoriállal mondhatni, úgyhogy kb. Ilyen 10%-nál kezdődik igazán a game, de talán még mindig benne vagyunk. Kalkulálta, hogy mennyi stream lesz? Hát, jobban fogunk haladni, majd a következő streamben meg fogod látni majd, Konix, hogy jobban fogunk haladni. Most csak úgy el voltunk. Tényleg ilyen tutoriál feladatokat csináltunk, illetve lengedeztünk, amennyire csak lehet. Hát 2 óra alatt 10%, ennél ez már csak durvább lesz. A legtöbb dolog az tényleg ilyen gyűjtögetni való. Főküldetések meg melléküldetések lesznek a Pirió ebben a végigjátszásunkban. Mit akarok még elmondani? Fantasztikusan néz ki a game. Ugye, mint azt mondtam a stream elején is, én ezt PS4-en játszottam a megjelenéskor, és nagyon-nagyon-nagyon élveztem. Hát szerintem elég árulkodó az, hogy 3-3 és fél órát szoktam játszani általában játékokkal, így első alkalommal. Ezzel a játékkal több mint 5 órát nyomtam, úgyhogy hát nem. Ezt most végignyomjuk. A Miles Morales is tetszett, hogyha az is jön majd PC-re, azt is végig fogjuk majd játszani, mert azt is PS4-en játszottam, ugye, de az már PS5-re jelent meg. Majd utána nézek, hogy mi a helyzet a DualSense kontrollerrel, mert én annyira nem éreztem, hogy itt bármiféle adaptív trigger, vagy haptikus feedback lenne. Lehet, hogy hiányzik valami program, ennek majd utána nézek. De látjátok, a PS kontrolleres ikonokat láthattuk, és ha valaki kíváncsi arra, hogy mégis mik azok a beállítások, amik voltak, mert itt mondtam végig, hogy fullos grafika, itt vannak a kijelzős beállítások, lehet ugye állítani, hogy FPS-re fókuszáljon a játék, és akkor a felbontás az dinamikus legyen, felskálázási módszereknél itt az ICTI, a DLSS, meg az AMD-s is, én ilyet nem használtam, illetve a grafikánál minden a legeslegdurvábbra van rakva, azzal a kivétellel, ha jól tudom, hogy nincsen motion blur, mert ez is, az is elvileg olyan, ami kihozza a motion sickness-t. Úgyhogy ezek a beállítások. Hát remélem, hogy tetszett nektek ez a kis bekukkantás. Every crime tower in the city is now repaired. Pretty good work, right? Pretty good. Yeah. Good enough that maybe you'd let a certain someone celebrate with us? Fine, but make it quick. The odds were long, the danger close. But between Spider Cop's reckless intuition and the chief's determined planning, they got the job done. Aw, that's kind of sweet. A pairing of opposites, like peanut butter and chocolate, or breakfast for dinner. The two work together. And we're done. Talk to you later, Spider Cop. Spider Cop. She's coming around, right? Yeah, definitely. Igen, tehát, hogy most konstatálta a játék, hogy mi megcsináltuk az összes ilyen tornyot. All units, we've got a commercial robbery in progress. Remélem tetszett nektek, srácok. Jövő héten folytatjuk.